ez még csak a kezdet. Így értékelte Torockai László a választások után, hogy a Mi Hazánk mozgalom új pártként bejutott a parlamentbe. A Mi Hazánk elnöke szerint céljuk, hogy megmentsék és egy fejlődő pályára állítsák Magyarországot. A stúdióban Torockai László. Azt mondják, hogy a választás igazi nyertes a Fidesz mellett, a Mi Hazánk mozgalom. Elnök úr, jó estét! Jó estét! Nagy győzelem, amit elértek? Mindenféleképpen, sőt, én úgy fogalmaztam, hogy csoda, hiszen olyan elképesztő túlerővel szemben kellett elérni ezt a győzelmet, hogy egy teljesen új politikai erőként állami támogatás nélkül bejussunk a parlamentbe, mint például a Facebook korlátozás, ami egészen példátlan, büntető feljelentést tettünk egyébként amiatt, hogy ugyanaz megtörtént, ami az európai parlamenti választások előtt egy héttel, akkor ugye az én oldalamat törölték indoklás nélkül, most pedig a párt oldalát. Hát ebben észre kell venni a tendenciát. De hát nem csak ez történt, megakadályozták az ingyenes újságjaink kihordását. Ugye tavaly a Fidesz kormány úgy döntött, hogy a Magyar Posta mostantól nem vérti ki a politikai kiadványokat, és egy Fidesz közeli cégnek van olyan terjesztői hálózata, hogy ezt megteheti. A korábbi megállapodást fölrúgva közölték, hogy felsőbb utasításra a Mi Hazánk mozgalom ingyenes kiadványait, újságjait nem viszik ki, amikor ugye megkaptuk az állami támogatást a kampányhoz. Tehát elképesztően sokféleképpen próbálták a Mi Hazánk mozgalmat eltaposni. A közvélemény kutató cégekről nem is beszélek, akik mondjuk 2%-ra mérték a Mi Hazánk mozgalmat közvetlenül. Látva a legtöbb adatot és a valóságot, ezt ne vegye magára. Az összes többi adat is nagyjából ennyire volt valóságos. Igen, de tényleg óriási túlerővel, szemben hatalmas ellenszéllel, hát mindent, tényleg mindent megtettünk azért. Én ezért is voltam egyébként tegnap halálosan nyugodt, gyermekeimmel társasjátékoztam tegnap délután, tehát nem izgultam az eredmény miatt, mint sok megélhetési politikus, én nagyon jól éreztem magam. Ott is nyert. Eddig is ásott halmon. Társasban is nyert? Nem, ott veszítettem, ott a kislányaim legyőztek. Hát egy győzelem egy napra elég. Ez a győzelem, amit így nevezünk, mert hogy bejutottak a parlamentbe, egy parlamenten kívüli frissen alakult pártként, ez azt is jelenti, hogy azt a politikát, amit megneveztek céljaiként, azt megpróbálják érvényesíteni valahogy? Hát természetesen, tehát itt hogyha... Itt azért vannak kemény mondások és vállalások. Hogyne, de hogyha például mondjuk a Fidesz azt gondolja, hogy valamiféle könnyebb ellenzék leszünk, mint akikkel eddig találkoztak, akkor nagyon rossz hírem van, mert hát eléggé kíméletlen ellenzék leszünk. Például abban az esetben, hogyha azzal a mesterséges gazdasági krízissel kapcsolatban, amire már 2 éve próbálom, és próbálja a Mi Hazánk mozgalom felhívni a figyelmet, mondjuk a kárt, amit okoztak ezekkel a megszorító intézkedésekkel, azt most majd a lakosságra szeretnék terhelni, ugye az államadósság megnövekedett, az államháztartási deficit soha nem volt ilyen magas, mint jelenleg. Valakinek meg kell majd fizetni az árát a koronavírus miatt hozott elhibázott intézkedéseknek, a rengeteg vakcinának, amit megvettek, most is ott van 9,5 millió Pfizer vakcina, amit néhány hónappal ezelőtt megvett a kormány 2022 második felére, nem tudom, hogy mi a tervük ezzel, de egy biztos, hogy 72 milliárd forintjába került az adófizetőknek, tehát rengeteg olyan fölösleges kiadás volt itt az elmúlt időszakban, ami miatt alakult így az államháztartás hiánya. Hogyha itt megszorító intézkedésekre készülne a kormány, akkor a legáldázabb ellenzéke leszünk, ahogy egyébként lettünk akár a Covid-dal kapcsolatban is, és minden egyéb hasonló ügyben mindig azt fogjuk nézni, hogy mi a magyarok, mi a magyar dolgozók érdeke, és ugye mi 2 éve mondjuk folyamatosan, hogy a koronavírus haszonélvezőivel, globális nagyvállalatokkal, a gyógyszermaffiával, vagy akár a kaszinókkal, vagy a multinacionális cégekkel, digitális óriás cégekkel kellene megfizettetni az árát annak a gazdasági krízisnek, amit ők maguk okoztak mesterségesen. Azt mondta Jakab Péter, a Jobbik elnöke nemrég, hogy ennek egy szatellitpárt, a Fidesz szatellitpártja. Ugye ez a kiválásuk, megalakulásuk óta önökhöz tapadó állítás. Mivel lehet ezt cáfolni? Hát ugye először is ez a Jobbik narratívája volt, amikor elárulták a szavazóikat, elárulták azokat a magyarokat, akik parlamentbe juttatták a Jobbikot, ezt a régen volt Jobbikot, mert ma már gyakorlatilag nem beszéltünk Jobbikról. Közbevetőleg ön is úgy látja, hogy a csalódott jobbikosok szavaztak önökre 330 ezeren? Nem, azért egyáltalán nem így látom. Én azt tapasztaltam, hogy a körbejártam az egész országot, mind a 106 választókerületben, lakossági fórumokon több ezer emberrel találkoztam, beszélgettem az elmúlt hónapokban, egyáltalán nem így látom.
látom, én azt látom, hogy rengeteg olyan szavazónk van például, akinek korábban nem volt pártja, tehát nem tudott szavazni egy pártra, de nyilván voltak csalódott jobbikos szavazóink is, és azt gondolom, hogy most lesznek csak igazán, tehát a mai hozzám érkező visszajelzésekből, visszacsatolásokból azt látom, hogy nagyon sokan most veszik észre azt, hogy maradt itt egy olyan tisztességes erő, egy harmadik út, ugye most már van egy harmadik opció végre a balliberálisok és a Fidesz mellett, akik nem árulták el. Na de a Fidesz. És visszatérve erre a vádra, ugye valamilyen narratívát ki kellett találni a Jobbiknak akkor, amikor gyakorlatilag a Jobbik ketté szakadt, és ugye létrejött a Mi Hazánk mozgalom, és ők azt mondták, hogy aki nem fog össze Gyurcsány Ferenccel, nem árulja el a korábbi elveit, a korábbi ideológiát, világnézetet, amit képviselt, az csak a Fidesz szatellit pártja lehet. Hát azt gondolom, hogy az elmúlt években azért nem volt könnyű harcolni ez ellen az iszonyatosan keményen, például a választási kampány utolsó heteiben is nagyon keményen sugallt balliberális kampánnyal, amit ellenünk folytattak. Ez a Jobbiktól ered egyébként, tehát valahogy meg kellett magyarázni a saját árulásukat, de innentől kezdve nagyon egyszerű lesz a dolgunk, hiszen frakcióvezető leszek minden bizonnyal. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel tudok majd vitákat folytatni a parlamentben, a plenáris ülésteremben, és abban mindenki látni fogja, hogy mi nem a Fidesz szatellit. Ha azt mondja, hogy frakcióvezető lesz, az azt jelenti, hogy ott hagyja Ásotthalmat, ott hagyja a polgármesteri hivatalt. Arra van-e terve, hogy kire bízza a települést egyrészt, másrészt ez tényleg azt jelenti, hogy költözik Budapestre a család? Igen, ugye én ezt korábban már elmondtam, és az ásotthalmiakkal is közöltem, hogy az ásotthalmiakat megkérdeztem korábban, hogy ők szeretnék-e, hogy folytassam. Háromszor megválasztottak legutoljára, és azt mondták, hogy szeretnék, hogyha maradnék polgármester, és most azt mondtam, hogy meg kell kérdeznem a magyarokat, és olyan helyzet állt elő a nagyvilágban és a magyar politikában, hogy meg kell, hogy kérdezzem a magyarokat, és a magyarok úgy döntöttek, hogy a parlamentben szeretnék, hogyha szolgálnám a hazámat, nem csak Ásotthalmon. Ez azt jelenti, hogy én a parlamentben folytatom, tehát nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy hát Budapestre kell legalábbis félig meddig költöznöm, ez egészen biztos, de természetesen megvan a csapatom Ásotthalmon, és a rengeteg megkezdett beruházást, azt a rengeteg tervet, amit én fölvázoltam az elmúlt években az ásotthalmiaknak, és ennek köszönhetően el is indult a fejlődés, hiszen chipsüzemet adtunk át, elkezdtünk turisztikai beruházásokat megvalósítani, kerékpárutakat építettünk, stb. Tehát ezeket a terveket, ezeket a beruházásokat be kell fejezni, úgyhogy megvan a csapatunk, és folytatjuk természetesen. Sőt, én magam is szeretnék bérelni egy irodát a polgármesteri hivatalban, hogy ott is maradjanak ugyanúgy fogadó óráim, lehetőségem arra, hogy az ásotthalmiakkal tartsam a kapcsolatot. Mi lesz a parlamentben az első törvényjavaslat, amit szeretne benyújtani? Hát három nagyon fontos dolog van, ami akut probléma. Az egyik az alkotmány helyzete, hiszen a 2012-es alaptörvényt azt egy párt alaptörvénynek tekintjük, de mi azért tovább mennénk mondjuk a balliberálisoknál, akik csak erről szoktak beszélni, az 1949-es sztálinista alkotmány sem normális alkotmány, tehát mi azt gondoljuk, hogy jóval régebbre vissza kell menni, rendezni kell, alkotmányozó nemzetgyűlést kellene elindítani, bízom benne, hogy lesznek partnerek a parlamentben ehhez, és be kell vonni a civil társadalmat is, hogy tényleg egy olyan alkotmányunk legyen, ami az egész magyar társadalmat tudja képviselni. Emellett ugye itt volt ez a vérlázító kettős mérce a budaházi ítélet kapcsán, ahol 17 év fegyházzal sújtották akár Budaházi Györgyet és családapagát, családanyákat, miközben 13 év után gyilkosok jönnek ki, Olasz Liszkai, Szögi tanár úr gyilkosai például 13 év után kijöttek a börtönből, tehát azt gondoljuk, hogy ez annyira vérlázító, hogy be kell nyújtani azt az amnestia, tehát közkegyelemre irányuló törvényjavaslatot, amit én már 2016-ban a Jobbik alelnökeként Morvai Krisztinával benyújtottam. De jól értem, az nem általános lenne, hanem kifejezetten a budaházi ügyben. Általános. Tehát 2006 és 10 között megbomlott a rend ebben az országban Gyurcsány Ferencék miatt, és minden politikai ügyre vonatkozna. Hát 1956 után 7 évvel maga Kádár János is amnestiát hirdetett. Ezt a Fidesz 15 évvel a 2006-os események óta nem tette meg. Mondja gyorsan, és van még egy harmadik ügy, ez pedig a WHO szerződés, amiről hónapok óta hallgatnak Magyarországon, miközben előkészítenek egy olyan nemzetközi kötelező érvényű jogi szerződést az országokkal, ami a nemzetállamok helyett a WHO kezébe adná az irányítás járványhelyzetek idején. Ezt rendkívül veszélyesnek tartjuk akkor, amikor tudósok, szakemberek azt mondják, hogy mesterséges módon módosítani egy vírust, mert kvázi mesterséges vírusokat elszabadítani, akár patogén humán vírusokat kreálni, bárki ma már szinte tud ezek közül a kutatók közül, ezt óriási veszélynek tartjuk, és nem adhatjuk át egy etióp félbűnöző Tedros Adhanom Ghebreyesus kezébe
az irányítást a saját egészségünk fölött sem. Tehát ellenezzük ezt a WHO szerződést is. Na most rákeresünk erre az etióp úrra. Igen. Ennek pedig köszönöm szépen, hogy itt volt. Torockai László volt a vendégünk, a Mi Hazánk mozgalom elnöke. Mindjárt jön a csat, úgyhogy önök ne nagyon álljanak fel a tévé elől, mert folytatjuk az elemzését annak, hogy mi történt tegnap, mi történt a 2022-es választáson.